Megtartotta balagási ünnepségét a Karcagi Arany János Általános Iskola. Az épületbe a szülők nem léphettek be, csak az udvaron adhatták át ajándékaikat gyermekeiknek. A nyolcadikosok végigvonultak a tantermeken, majd az udvaron tartott ünnepségen, Bakó Ricardo János, hetedik osztályos tanuló búcsúzott a végzősöktől. Hosszú időt telt el, mire eljutottatok idáig, a nyolcadik osztály végéig. Azt hiszem, ennyi időt nem sok iskolában tölt el egy fiatal. Éppen ezért még nehezebb a szívetek. Búcsúztok a régóta megszokott környezettől, kedves tanáraitoktól, diáktársaitoktól, barátoktól. Hosszú lenne felsorolni azt a sok-sok élményt, amelyben veletek együtt részünk volt. Őrzünk kellemes szép emlékeket, a nyári táborok, kirándulások élményei, a sportversenyek, nagy futballcsaták izgalmas pillanatai. Gondtalan vidám diák éveket töltöttünk együtt. Diákok maradtok az elkövetkező években is, de a kis nebulókból majdnem felnőttekké váltatok, s új iskolátokban is el kell állnotok. Kívánjuk, hogy új közösségetekben is jól érezzétek magatokat, sikerrel vegyétek az elértetek álló akadályokat. Becsületesen és emberségesen viselkedjetek a nehéz helyzetekben. Remélem, hogy a középiskolában is megtaláljátok mindazt a jót, amit most itt hagytuk. Leendő szakmátok okozzon sok-sok örömet, érdekességet, kihívást, hogy elmondhassátok, érdemes volt küzdeni. Mindig legyenek álmaitok, céljaitok, melyhez Arany János szavaival kívánunk nektek ballagóknak sok szerencsét az előttetek álló úthoz. Útjaink száz felé válnak, de szívünket célért dobog. Na kivágunk a küzdelmes mának, és épít karunk egy szebb holnapot. A ballagók nevében pedig Lengyel Petra és Seres Gusztáv Róbert vett búcsút társaiktól. Nyolc eléggé hosszúnak tűnő évet töltöttünk el ebben az iskolában, de már búcsúznunk kell. Valakinek örömére, de reméljük többek bánatára. Ma el kell hagynunk az iskolát. Tovább kell lépnünk, más helyen kell szerencsét próbálnunk. Búcsúzunk tehát a tanítóinktól, tanárainktól, az iskola dolgozóitól, a diáktársaktól, a tantermektől, és persze egymástól is. Véget ér a kényelmes gond nélkül gyermekkor. 6 évesen, mikor beléptem ebbe az épületbe, tele voltam félelemmel. Aztán hamar megbarátkoztam a tanítónénkkel. Ilike néni és Éva néni minden tudásukkal és erejükkel tanított minket írni, olvasni és számolni. Köszönet érte nekik. Majd következett a felső tagozat. Ahány tantárgy, annyi tanár próbált tudást venni a fejünkbe. Matematika, fizika, kémia. A monoton hétköznapok. Persze voltak ünnepnapok is. Farsang, karácsony és iskolai szereplések. Na és a táborok. Mind kedves emlék. Kedves tanáraink, köszönettel tartozunk Önöknek, köszönjük a törődést, a szeretetet és a sok tanítást. Bocsássanak meg nekünk, ha néha nem készültünk és nem vettük komolyan a tanulást. Külön búcsúzunk osztályfőnöktől, Hágnéntől és Tibőtől, akik minden nap azon voltak, hogy egy közösségi kovácsolják az osztályokat. Úgy éreztem, sikerült. Bármilyen problémák is volt, legyen az lelki, vagy csak a tanulással kapcsolatos, bátran fordulhatunk hozzájuk. Drága családok! Elérkeztünk életünk első nagy állomásához. Köszönjük, hogy támogattatok bennünket tanulmányunk során. Igyekszünk meghálálni az eddigi törődésket. Kedves osztálytársaim, kívánom nektek, hogy minden sikerüljön számotokra, amit az életben el akartok élni. Soha ne felejtjétek el, hogy a Karcagi Arany János Általános Iskola diákai voltatok. Tegyetek róla, hogy szüleitek és tanáraitok büszkék legyenek rátok. Sok sikert, hiányozni fogtok. A ballagó diákokat megható gondolatokkal búcsúztatta osztályfőnökük Kovács Tímea. Életetek egyik legizgalmasabb időszaka kezdődik el most. Ha tudatosan és bátran veszitek az előttetek álló akadályokat, akkor eléritek a céljaitokat. Egy évvel ezelőtt lettem az osztályfőnökötök, most már azért elárulom nektek, hogy nem volt könnyű dolgom veletek. Persze mára már nagyon örülök, hogy én egyengedhettem az utatokat. Szívemhez nőttetek. Sok dolgot megéltünk együtt. Voltak kedvenc tantárgyak, kedvenc tanárok, és persze rettentően nehéz napok, viták is. A napokban egyikőtök azt mondta, hogy túlhasszolja magát tanárnő. Üzenem neki, lehet, hogy igazad volt, de egy percét sem bántam meg. Az iskolától való búcsúzkodás közben ne feledkezzetek meg a szüleitekről sem. Lépjetek majd oda hozzátok, hozzájuk, és mondjatok nekik egy halk köszönömöt. Ők voltak azok, akik mindig ott álltak a háttérben. Biztonságot, erőt és támogatást kaptatok tőlük.
Kedves ballagó osztály! Sok szerencsét kívánok nektek a tanuláshoz, az élethez, és visszaválok benneteket. Egy idézettel köszönök el tőletek, ami inkább legyen egy utolsó osztályfőnöki tanács. Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen. A végzősök szalagot kötöttek az iskola zászlóra, majd az iskola dolgozója galambok reptetésével indította útjára a ballagókat, akiknek az intézményvezető könyvjutalmakat adott át.